Dömötör Csaba, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellária köszöntötte a szakma kiváló tanulója két döntősét, Szedeli Janka Biankát, a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola tanulóját, valamint Jókai Rafaelt, a Percelmor technikum és kollégium diákját. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás volt, és egy nagyon nagy kihívás a centrum számára az, hogy hogyan tudjuk megtalálni azt a partnerséget a duális képzőhelyeinkkel és a képzőpartnereinkkel, amely mentén a tehetséges fiatalokat is tudjuk támogatni, és amely mentén az iskola és a képzőpartnereink, a duális partnereink tudnak olyan hozzáadott értéket adni a fiatalok napi tudásához és tevékenységéhez, amivel aztán ilyen óriási eredményt tudnak elérni. Második helyet szerzett Szedeli Janka Bianka cukrász tanítvány, aki univerzum témában készített tortát. Elmondta, a tanárok segítségével készült fel a megmérettetésre. Két emeletes tortáról van szó, az alsó szint 30 cm átmérőjű volt, a második szint pedig 20 cm átmérőjű volt, és ezen a tortán volt egy ilyen kis tengely, amin volt pár darab kis bolygó, a tortának a legtetején volt igazából egy nagyon nagy bolygó viszonylag, ami olyan volt, mint hogyha a harmadik emelet lett volna, és még ugye még csináltam mellé kis bolygókat, kisebb-nagyobb bolygókat. Jókai Rafael, a Percelmor Technikum és Kollégium központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő növendéke negyedik helyezést ért el. Felkészülése a duális partnerénél, valamint az iskolájában a szakmai órákon zajlott. A verseny alatt egy komplett fűtési rendszert kellett a méretlen gáztól 3 radiátor bekötésig és egy füstgáz elvezetést kellett készre csinálni. A kiváló eredményeket elérő tanulók jutalomban részesültek a szakképzési centrumtól.